Na halihó, sziasztok! Hol vagyunk, chat? Meg kell nyitni a chatet. Na, ott a chat. Jól van. Sziasztok! Na, kaptunk is meccset közben. Top lane is megvan. Most már csak ami hiányzik, az egy jó kis hős. Amit hozni kéne. Ellopták a Kragaszunkat, mi kéne a csapatnak. Egy jó kis poppy kezdés szerintem. Szerintem mehet. Ilyen napi poppy meccset azért nem árt letolni, még hogyha jól is megy vele. Ma egyébként egy Gragas maratont indítottam a Smurfemen. Úgyhogy egy 5 Gragas meccset most már letoltam zsinórban, úgyhogy kicsit elég is volt ebből a hősből. Na, jó. Kiraktuk, Twitter megvan, Facebook megvan. Oks. Akkor induljon a banzáj. Sion ellen vagyunk. Az egy... nem tudom, hogy milyen matchup lesz, meglátjuk majd. Valószínűleg nem a legkönnyebb eleinte, de aztán majd jobbá válik idővel. Sion. Régen játszottam már Sion ellen. Elég ritkaság. Van egyébként hang? Streamen? Lehet hallani engem? Most írta valaki, hogy nincs hang a streamen. Nem tudom, hogy ez mennyire igaz. Van, jól van akkor. Á, letrollkodtak. André. Ráadásul a kulcsom letrollkodik engem. Ilyet még nem láttam. My pleasure. Köszönöm szépen a donation. Zolko. Magyarázzam meg, hogy miért van minion blokk a játékban. Hát szerintem a minion blokk az nem kéne, hogy ott legyen a játékban, és Riot nem is akarná, hogy legyen, csak nem tudják megoldani. És nem lehet vele mit kezdeni. Úgy tűnik előszeretettel fókuszálnak engem megint a csapatok. Igen. Ez teljes mértékben igaz. Szeretik kempelni toppot. Nem is baj. Ó, ez a boss. Boss ellen játszunk. Boss, az egy elhíresült Sion OTP. Aki full AD Sion-t megy minden egyes meccsen. És az, hogy full AD Sion-t megy, az eléggé kellemes lesz majd nekem egy idő után. Na. Egy másik dolog, amit a boss csinálni szokott, az az, hogy a bokrokban itt bujkál. Előszeretettel. Ott van. Lishet. A top oldalon kezdett a junglerjük. Kindred ellen vagyunk. Hogyha van egy valami kellemes ebben a matchupban, akkor az, hogyha a Q betűjét elhasználja, akkor biztos, hogy dupla Q-t én is rá tudok rakni. Hát eddig nem farmolással híres ez a lény. Csak püföljük egymást. Vigyük el ezt a krebet. Oké.
Nem tud flashelni a kindred, legyen úgy. Ajajaj. Boss. Nyugi van. Nem tudom, ez ilyen tök agresszív champ, amikor valaki játsz, akkor ilyen agressziót vált ki belőlük. Lehet nem, de a boss az elég egy agresszív játékos. Ha megölöd, akkor csak úgy fut utána a passzívjával, mintha muszáj lenne neki. Na, jön a Kragas Genkán, jól is teszi, kell is. Oké, okay. Az elfesset. Not close. Nem volt közel. Húha. Elég jól pakolt egy kicsit ott a vége fele. Van egyébként sebzés annak a Sionnak, de az, hogy elfesselt, az szerintem egy elég nagy hiba. Boss. Oké, megint meghalt. Azta. OP-zes ilyen. Megöljük, és erre passzívjával szinte ledarál minket. És meg kellett mentenem a Gragasomat. Hát, elég fölösleges volt, amit a Gragas csinált egyébként, az, hogy ráflashelt. Mert szerintem megfogtuk már flash nélkül is. De mi volt ez a sebzés egyébként a passzívjával, ez elég brutális volt. Hoppa, hoppa, hoppa. Rikololjunk. Van neki minion DM-je. Hogyha itt megakadály, ez az elég kellemetlen lesz. Oké. Okay. Megkockáztattuk. Egy elég nagy 50-50 play volt. Ha megakadályozott volna, akkor ennek a lénynek annyi kb. Úgyhogy nem akadályozott meg így jó. Viszont minionokban elég rosszul állunk. Nem voltak jók ezek a genkek azért, mert miután megöltük, túlságosan kevés HP-nk maradt mindkettőnknek. Nem tetszettek ezek a genkek. Ajajajajaj. Ez rossz hír. Kis rómolt egyetes ilyen, aztán leszettek egy-két, sőt kettőt is. Legalább a TF ultit ki tudtuk szedni. Most azt fogom csinálni, hogy meglátom a boss-t. Itt is van. Elultizom. És lezónázom. Ez egy ilyen feletti britka, egy pop taktika. De jól sikerült kivitelezni. Hát, kicsit kellemetlenül érzem magam itt torony mögött farmolni, mi a jungler kindred. Kindred mondjuk nem nagyon tud engem legenkelni, sőt, ide megyek mögé.
Azért nem az új skint játszom, mert nincs meg. Jelenleg várom a riotos frissítést. Frissítsék a skineket. És akkor meg tudom szerezni, de túl sok skint adtak ki mostanában. Ugye a Samsung skineket kiadták. Egyébként mondtam, a bossnak ez a taktikája, ő meg akar halni 10-szer a meccs során, de igazából nem kerül hátrányba. Mint látjuk, a halálai hiába halt meg már 4-szer, megvan a minion előnye, úgyhogy nem áll rosszul. De az, hogy meghalt 4-szer, azért az elég sok aranyat adott már nekünk. Egy kis elfidelt itt már pár embert a játékon belül. Maradjunk annyiban, hogy nem egy megbízható taktika, amit csinál. Deja vu. Ezt kitételtük a játékból szerintem. Szegény. Ez egy full tilt ulti volt szerintem. Csak így eldobta a nagyvilágba. Lehet bement afkolni. Sőt, valószínűleg az egész csapatok afkola, ahogy elnézem a pályát. Boss. Ja, hát ez a meccs az ennyi volt. Ebben megyek midre én is pusholni, szerintem. Meglepően easy win lett. De úgy tűnik erős volt a csapat. Ha Hellseed játékos van a csapatomban, akkor főleg, hogyha jungler, Hellseed jungler, akkor tudom, hogy jól szokott menni. Ez a szegény Kindred is egyébként 0-5-ben van, nem tudom, elég gyorsan. Na jöhet a következő meccs majd. Egyébként ha valaki még nem látta, van új YouTube videó is. Ha érdekel valakit, ezt megtekintheti. Ó, oh, azt a... Hú. Majdnem meghaltam én is. Morgana Binding, jól időzített volt. Akartam egy ilyen flash ultit. Azt meg kell ölni még egyszer. Elég OP kompunk van egyébként. Mozdulni nem tud az ellenfél. Heráltam. Ez egy jó kezdés. Okay. Kit honoráljunk? Adok a Kragasznak egy honort. Miután rámentem a Kindredre, mert ott nyerve volt a lane-em, de rámentem a Kindredre, hogy kisegítsem, és akkor utána besegített toppon, az jó volt. Igaz volt, amit a csapatot kitett Twitterre, Csacsi, Vizi Csacsi plusz Poppy. Easy win. Hát nem mindig easy win, sajnos a Poppy sem. De az biztos, hogy egy elég erős hős jelenleg.
Ja, egyébként az volt ez, hogy megnyitották a kapukat minden, tehát be lehetett menni, be lehetett ütni a Nexus-t, és ők meg bementek a Fountain-be afkalni, hogy gyorsabban kapjanak következő meccset, mert ez így veszett volt. Nocturne Jungle-t a népnek, fú, nem tudom, hogy ez a Nocturne Jungle. Ha be autofill a jungle-be, akkor megyek majd Nocturne-t, de én szívesen nem megyek jungle-be. Tehát jungle az a ról, amit leginkább nem szeretek. Mi az az új moderálás? Gnárról a jelenlegi patchben mi a vélemény? Szerintem Gnár az erős. Most lehetett látni Koreában is, hogy egyre gyakrabban hozzák, ugye? Nem rossz, nem rossz. Viszont nem egy blind pick. Tehát, hogy Gnárt behoznád vakon és hoznak rá mondjuk egy Irelia-t, szerintem Popp is el tudja verni, bár ebben nem vagyok biztos. Ryze például elég nagy counterrel. Range hősök általában elég jó kellene, Kennen például, Jayce. Ezeket szereti. De tankok ellen jó. Csogát ellen toppon mit érdemes rakni? A Darius, Geren, Gnar, pannolva van. Ez nehéz kérdés, igen. Csogát az elég lane domináns hős. De ugyanakkor sok mindent lehet ellene hozni. Tehát Trundle, Renekton, Shen, Kennen, Rumble, ezek hozhatóak ellene. Hogyha akarsz, tehát lane domináns hős, úgyhogy pusholni tud, de én nagyon elverni nem fog tudni téged, szerintem. Kiáll az SO for meme videók mögött. Most szerződtettünk két új ilyen fiatal srácot, akiknek ez a munkája, úgyhogy most eléggé beindultak, ja, mint lehet látni. Egy ilyen napi 3-4 posztot biztos kiraknak Facebookra is, meg Twitteren, meg még többet. Be vannak indulva. Hogy nem lenne jó az Illaoi, hogy ebben a bruiseres metában. Lehet nem rossz. Kipannoljuk a Pyke-ot. Csak az Illaoival az a probléma, hogy laning fázisa nem olyan erős jelenleg szerintem. Nincs neki olyan keystone, ami annyira szuper jó lenne, mert ugye a kleptót ezt nerfelték. És most kleptót hozol neki, az valahogy nem illik rá, szerintem. Egy másik opció pedig ugye... Mi is lenne a másik opció? Hát nem is tudom, hogy mit lehet ráhozni. Nincsenek jó keystone-jai. Grasp esetleg, de... Nem, már nem nagyon akarsz defensív rúnákat hozni Illaoival. Mert hogyha nem tudsz max AD-t hozni, akkor jó vagy, gyengébb vagy. De belopta az ellenfél a poppit. Meg tudjuk-e verni a G2-t és a Fnaticot? Esély az biztos, hogy van, persze. Most jó formában vagyunk, ugye 4 meccses győzelmi sorozat. Most megmutattuk, hogy a mid late game döntéshozatalunk is elég jó. Úgyhogy esélyünk az biztos, hogy van, és most meglátjuk majd, hogy milyen szinten vagyunk ismét. Fnaticot mondjuk legutóbb, hogyha ugyanúgy alakul majd a meccs, mint a legutóbb a Fnatic ellen, akkor nagyon el tudjuk őket verni, mert legutóbb ugye 10.000 arany előnyünk is volt ellenük, és ott hibáztunk. Azt szerintem még egyszer nem fog előfordulni, hogyha ekkora előnyt adnak nekünk. Ez egy Rumble meccsnek tűnik.
Na, hozzuk a Rumble-t. Poppit hozott az ellenfél vakon. Most a Poppinak szerintem counterje nagyon nincsen. Úgyhogy nehéz ellene játszani. Amit mondanék, Rumble talán az egyetlen olyan hős, ami egész jól meg tudja fogni, de ez micsoda, ami most történt. Mi történik a klienssel? You left during champ select, you have been returned to the party lobby. Oké. Okay. Nem biztos, hogy nem leveltem. Érdekes, érdekes. My blade is at your service. Tetszik a kliens. Köszönöm szépen a feliratkozást, fejkogó. Ilyen volt már nekem is, hát velem ez az első, hogy ez előfordul, úgyhogy nem nagyon tudom mire vélni a dolgot, hogy miért történt ez. De... hát mindegy, bemegyünk akkor Q-ba ismét. Elég fura, az biztos. My pleasure. Mi a helyzet Ornnal? Ornn az kicsit kiesett a metából, mert ugye nerfelték, újra meg újra nerfelték, úgyhogy most már eljutottunk arra a pontra, amikor kicsit túl sok lett a nerf szerintem. És a lane dominanciája most már nincs meg. Úgyhogy a hősök nagy részétől, akik ott vannak jelenleg, azoktól kikap. Tehát például a Poppy az eléggé elveri lane-en, Rumble is elveri. Igazából bármit hozol Ornn ellen, az el tudja verni. Közben jött egy donation, köszönöm szépen. Dobozos kifli. Poppy isten, a hátamon is felállt a szőr attól az ultitól, sok sikert továbbra is. Köszönöm szépen. Igen, egy jó kis ultit sikerült összehozni. De ez egyébként a Poppynak az erőssége, hogy teamfightok során meglendíted az ultidat, és hogyha eltalálsz legalább két embert vele, vagy igazából legalább egy embert vele, akkor azt a teamfightot lehet, hogy már meg is nyert a csapatodnak. Poppy ultinak óriási ereje van, főleg kompetitív szinten, amikor egy-egy teamfight dönti el a meccset. Ez egyébként tök vak volt az egész, nem láttunk semmit az Elderből, még amikor a Sejuani beugrott, akkor is szerintem kicsit be volt bugolva az egész, nem volt róla vision. Azt hittük egy pillanatra, hogy a sárkányt már elvitt az ellenfél, aztán meg észrevettük, hogy hoppá, ott van az még. Onnantól meg is lett a meccs. Ja, egyébként ez a dodge pont azért volt kellemetlen, mert újra kellett bemennem a Q-ba. Ami... hát kicsit fura, de... mindegy. Még most a legerősebb supportok. Supportoknak a legerősebbnek én személy szerint az Alistart tartom. Braumot. Tahmkench, Fiddlesticks, Shen, ezt az ötöt. De ezen kívül, én személy szerint azt mondom, hogy ha egy support játékos nagyon jól tudna játszani Poppyval vagy Rumble-el, akkor lehet, hogy azok is lehetőségek lennének. Tehát én ezt Rumble supportot, ezt már olyan régóta hangoztatom, csak az a baj, hogy a support játékosok nem tudják játszani. Szerintem Rumble supportban bőven van erő. Level 3-ason a legerősebb hős játékban szinte. És az E betűddel elég komolyan le tudod sebezni az ellenfelet. Hecarim... probably can't really work. Milyen tankok vannak most benne a metában?
Pillanat. Bannolnunk kéne valamit. Te velünk kiküldöm, mert OP. Hogy milyen tankok vannak a metában. Tehát Mundo. Mundo az első számú, Gragas egyetemben. Ezen kívül ott van a Poppy, Cho'Gath, Ornn és Shen. Ezeket mondanám tankoknak. De ugye az Ornt azt említettem korábban, hogy a lane dominanciája az eltűnt, úgyhogy az elég szituáció függő, hogy be tud-e lehozni. Milyen kérdés volt a Quinn-nel kapcsolatban? Hogy használható-e? Az a baj a Quinn-nel, hogy azt mondanám, hogy solo queue-ra elég erős hős, mert tudsz roamolni a pályán és beszedni a free kill-eket, de kompetitív szinten nem fog működni, mert kb. Minden hős outscale-et. My blade is at your service. Egy vét során. Köszönöm szépen a feliratkozást, Ferge. Mit hozzunk? Riven ellen vagyok. AP kell a csapatnak, úgyhogy hozunk egy Cannont. Gragaszt. Cannon. Hozok egy AP Cannont. Ami szerintem szintén elég erős. A Nocturne ellen játszani, ez kellemetlen. Jól van, váltunk. Alapvetően Electrocute-ot hoznék rajta. Hát muszáj lesz rámennem mégiscsak az Electrocute-ra. Celerity, Nimbus, Cloak az elég hasznosak, de szerintem muszáj rámennem az anyára ebben a meccsben. Hozunk egy minion DM-et. Ignite-os Riven. Oké. Okay. SO for Boris. Oké. Na, küzdjünk meg velük. Mennyire erős a Nautilus, és mi kéne neki bekerüljön a metába? Nautilus-t ezt buffolták nem is olyan régen, és nem nagyon láttam játékosokat, hogy kipróbálták volna. Én kipróbáltam screenben egyszer, az elég csúfos vége lett annak. Laning fázis során nagyon összecsuktak, viszont laning fázis után elég hasznos tudtam lenni így is. A Nautilus az elég erős, csak a laning fázis csak kicsit gyenge jelenleg továbbra is. Hogy mi kéne neki, hogy jobban működjön? Hát valami kis cooldown reduction nem ártana a W-re, vagy valami hasonló. Mert jelenleg túl nagy a cooldown-ja a W-nek. És nehéz kihasználni a laning fázis során, én úgy érzem. Illetve az E-nek kicsit túlságosan magas a mana kosztja. Tehát, ha kimaxolod az E-det, akkor azt hiszem ilyen 100 mana fölé is felmegy. Talán 130, bár nem, most nem akarok hülyeséget mondani, és rá is nézek gyorsan. Nautilus. 90 manára felmegy, igazából az is nagyon sok. És hogyha manát építesz rajta, akkor meg... Én nem szeretek manát építeni tankokon, mert... Nem vagy olyan tankos, hogyha manát építesz, mint amilyen lehetne, hogyha mana nélküli tankitemeket veszel. Mi van ezzel a loading screennel egyébként? Ki az, aki ilyen lassan tölt? Subfuse 0%. Oké. Mi a véleményem a TP nerfről?
Személy szerint a TP nerfet én nem találom túlságosan nagynak, mert ez a TP nerf, ez a bot lénerekre volt irányítva, és nem a top lénerekre. Tehát top lénere továbbra is szükség van a TP-re, mert mid és late game során kell egy játékos a csapatodban, akinek TP-je van, és az oldalsó lényt, ami a nasorttal távol van, a bot lényt, az bepusolja. Ha nincs ilyen játékos a csapatodban, akkor óriási makro előnye van az ellenfélnek. Tehát mondjuk én Ignite topot játszok, mondjuk ez a Riven például most Ignite-a játszik. 30. perctől, ha ő botlane-en megmutatkozik, akkor az én csapatom az kezdeményezhet harcokat a nasor körül bármikor, mert nekem ugye ott a TP előnyöm. És hogyha ott egy harc elkezdődik, akkor ez egy 5v4-es szituáció, amit az ellenfél el fog veszteni. Tehát ez elég nagy probléma, viszont ugye a Ryze-nak van TP-je, tehát későbbiek során a Ryze lesz az, aki az oldalsó léneket majd bepusolja. A csapat kompozíciójukat elnézve. Beszéljük egy picit erről a support jungle stratégiáról. Na már most. Ezt a stratégiát 8.14-es patch után szerintem nem nagyon fogjuk látni. Hogy miért? Mert egyszerűen nagyon lenerfelték most ebben a patchben. Ah, DC. Nem akarom, hogy remake legyen. Ez ne legyen remake. De mindegy, szóval lenerfelték a 8.14-es patchben. És... És. Ezzel lenerfelték. Most már nem nagyon használható, mert valami olyan változást hoztak, hogy aki a legnagyobb szintű a játékban, és jungle itemje van, akkor az kevesebb aranyat vagy XP-t kap lane minionokból, vagy valami hasonló. Vagy jungleből is. Mindegy, valami hasonlót hoztak, én már nem emlékszem rá pontosan. De ezzel azt akarták elérni, hogy ez a funnel stratégia, amit mi is hoztunk, ez ne lehessen játszható többi. Ah, ez egy DC, ez egy remake lesz sajnos. Ez a Ghost Pro, ez nekem eléggé tetszik. És tök jól bevédott a tribusban. Na, gondoltam, hogy pajzsa van neki. Tehát nem tudok segíteni. Riven lesz az, aki elsőnek érkezik. Matchup ez talán nem olyan könnyű. Legalábbis majd a későbbiek során. Jelenleg tökéletes a csé. Mi van? Ja, ez remake lesz. Ah, ezt az időt a csékvalást. Hihetetlen. Az ilyet nagyon nem szeretjük.
Beriportoljuk. Leaving the game AFK. Ugye azért kifejezetten kellemetlen, mert ugye, oké, így indul az egész. Kapok egy meccset, kiválasztom a hősömet, elhozom. 20 másodperc van vissza számlálóból, és akkor a kliens azt mondja, hogy ezt a meccset nem indítjuk el. Indítsd újra a queue-dat. Oké. Újra indítom a queue-t. Kapok egy új csapatot. Elindul a meccs. Erre. Erre nincs ott. Nincs ott a játékos, és mehet a remake. Ez teljességgel hihetetlen. Ha ez megtörténik, akkor ez ilyen fél óra pazarlás rögtön kapásba. Na mindegy, bemegyünk újra Q-ba, más nem tudunk csinálni, legalább gyors volt. Lehet, hogy net probléma. Én azért gondolom, hogy nem net probléma. Szerintem ő ki akarta joinni ezt a meccset. Méghozzá azért, mert nem váltott rúnákat. Ha netje elment volna, akkor ez a meccs nem indult volna el. Ami nálam így szokott ez lenni, hogyha netem elmegy, akkor kidodzsolom a meccset automatikusan. Nem tudom, hogy máshogy hogy van ez, de sajnos a házban is el szokott menni a net egyszer-egyszer. Ezt már egyik streamen is lehetett látni. Hogyha elmegy a net, akkor kidodzsolom. De ő szerintem dodzsolni akarta a meccset, ezért nem is váltott rúnákat. Reméljük minden okés. Placepont TV-t ezt kinyomom viszont. Igen, indítsátok újra a streamet, hogyha nem megy egyébként. Ez egyébként már így van 2 hónapja vagy 3. Amióta ebben a szobában vagyok, azóta elmegy a net. Egyszer-egyszer. Van, hogy játék közben, van, hogy amikor champ selectben vagyok. Az a legidegesítőbb, amikor champ selectben vagyok. Éppen a hősömet kell pikkelnem, és elmegy a net. És akkor ez miatt dodzsolok. Az szokott a legkellemetlenebb lenni. Hozhatnék megint egy Kennent, csak az ellenfél team kompi most kicsit más. És nekem egy erős split pushert kéne hoznom, úgy érzem. Van erős split pusher a kezemben? Nincs. Rumble, az a baj, hogy néztem a split pushereket. Csak azok, amiket hozhatnék. Tehát például a Gnar, az jó a Poppy ellen, viszont nagyon rossz az Irelia Shen ellen. Úgyhogy hiába hozok egy jó split pushert, az a baj, nem fog tudni split push nyerni Irelia ellen, mert ott a Shen ulti, ami kisegíti. Ezt a Ghost Ball-ot is behozzuk. Raven ez Hunterre. Jóval erősebb csapatunk van egyébként, mint nekik. Új Rumble skinnel én nem játszok, az biztos.
Az egyik streamen egyébként hoztam is szerintem. Beosztom az új Rumble skint. Á, milyen jó kis Rumble skin, új Rumble skin. De annyira más az animációja annak a skinnek. Olyan, mint a Super Galaxy Rumble. Ez nekem ez a két skin ez egyáltalán nem jön be a Rumble-nél. Nem szeretem, amikor ilyen megváltoznak az animációi. Úgyhogy ezért használom vagy a klasszikus skint, vagy a Rumble in the Jungle. Rumble a dzsungelben. Super Galaxy. Pool Party GP. Az biztos jó. Pool Party Zoe egyébként az elég jó skinnek tűnik. Néztem az effektjeit. Még akár jobbak is lesznek az effektjei, mint az eredetinek. Például az E betűjét könnyebb lesz majd látni. Talán. Aztán lehet azt mondom, az a legrosszabb skin. Egyébként a legrosszabb skin, amit a játékba kiadtak, az az új TF skin. A Pulsefire TF. Én nem tudom, hogy mi a baj ezzel a skinnel, de... De ahányszor ultizik, én nem tudom, hogy ultizik. Tehát ez alatt azt értem, hogy az ulti az úgy néz ki, mint egy Caitlyn trap. És mindig amikor ultizik, akkor nem tudom, hogy mi történik. Gosporó. Még ha nincs is Caitlyn a játékban, én automatikusan egy Caitlyn trappet hiszek, hogy ott van, amikor ultizik. Nem tudom, nem lehet vele mit csinálni. TF-nél szokott ilyen probléma lenni. Van egy másik skinje is, amit nem lehet kompetitív szinten használni. Azt hiszem az Underworld Twisted Fate. Amikor meg a Q betűit lehetne ezen látni. Ezek a TF skinek ezek nem jönnek be. Általában. Na oké, okay, toppon mit csináljunk? Itt a Poppy. Rámegyünk. Megvárom, hogy elhasználja a pajzsát. Elkezdett pusholni. Na már most, hogyha ő rám akar pusholni, akkor elég sok harass fog itt kapni. Jó, most majd bevállaljuk ezt az ütést. És kivárjuk a pajzsát, és akkor kicsit több harass tettem meg, mint kellett volna. Ott van, le double killeltek minket. Volt semmi a Gragasnak. Jó. Hát nem pusholtam eléggé, az volt a baj. Sokkal keményebben rá kellett volna menni az elején. Egyébként ki lehetne dive-olni könnyedén most. Jönne a Gragas. Igen, a solo queue junglereket pont ezért nem szeretjük. Nincsenek ott, ahol ott kéne lenniük. Most már nem tudom, hogy lehet-e dive-olni. Most bepusolom ezt a lényt, ez biztos.
biztos. Most be tudok neki segíteni akár. Jövök, jövök. Szóval jó. Felcsézel. Hú. Ez kemény volt ez az egész. Oké, okay, elértük a level 6-ot, kipusoltuk toppot. Már most óriási előnyem van most már. Nem tud ez a poppi játszani innentől. Leinen normálisan szerintem. Jól jöttünk ki összességében nagyon a dolgokba. Tehát Skarner elflashelt, amikor én flasheltem. Ezt be is timeoljuk, 10-25, top flash, hoppá, 10-25, jungle flash. Oké, tehát most hiányzik a poppy ismét. Merre ólálkodhat. Gyanús, hogy benézett midre. Na, mit van toppa most? Egy kicsit tartok attól, hogy agresszívan rámenjek, mert nem látjuk a Skarner. Valamidén le szóló kilelték Froggent. Perks Froggen ellen. Smokey Barbecue az Perks akkuntja. Elég sok jó játékos van ezen a meccsen belül. Egy ilyen LCS találkozó, ami itt van jelenleg. Egyébként, ha most legen kellnek, akkor double killelem őket. Úgyhogy nem kéne tartanom tőle. Inkább be kéne néznem midre. Elindulok. Ez tökéletes lesz. Jövök, jövök, jövök. Nem. Ez egyáltalán nem tökéletes. Legalább az Irelia-t megfogtuk. Menjünk vissza topra. Healy-t is kiszedtük a városnak. Megfogjuk. Hoppa, elfelejtettem, hogy poppy ellen játszunk. Olyan ritkaság poppit látni rajtam kívül, hogy... Én is elfelejtem a hőst. Egyébként most szerintem egyre több csapat fel fogja majd szedni a poppit, mint picket. Froggen az mit trollkodik egyébként. 0-4-ben van már enniként. Froggent én alig szoktam látni meghalni. Tehát amilyen meccsen látom, hányszor hal meg kb.
Egyszer-kétszer hal meg maximum. Most már 4 halála van 9 perc alatt, ez elég fura. Elég fura. Tehát most ez a kérdés, ez a ghost poró, ez nekem ad-e AP-t jelenleg? Ez itt az ellenfél területének számít-e, vagy nem? Vagy ez számít az ellenfél területének, ugye? Ez kérdés. Látjuk a Skarnert. Ez be fog jönni mögém valószínűleg. Ki az, aki zombi vardal játszik? Poppy zombi vardal játszik. Ja, nem csoda, hogy ki akarja ezt szedni. És nem tudok vele harcolni. Le fogom multizni ezt a Minion Wave-et majd. Valószínűleg. Oké, Heraldot vitte. Most nem engedem bepusholni szerintem. Oké, meghalt, szerintem is verselek. Shenwood se használnak rám. Sokat nem lehet csinálni. Sen ulti, Skarner ulti. Egy kis 4 emberes banzai toppom. Ah, de kár, hogy nem tudtuk megölni, mielőtt beleütött volna a toronyba. Ez meg mi akar itt lenni? Kit akar megölni a bukong? Varust? Tűnik nem nagyon jött be. Trollkodik. Wukong. Érdekes. Ki Wukongot hoz, azt nem tudom. Főleg miután lenerfelték. Álljunk már meg egy pillanatra. Hiri szang. Hiri szang bevédett. Szép volt. Te is szép munka. Látom, töri még a magyart. De jó is ez. Tud egy kis magyart. Oké. Bepusunk még egyet toppon. Sem ultizott midre. Wukongunk az iszonyatosan overagresszíven játszik. Egy kicsit vissza kéne venni.
Ajajaj. Dupla kill a Poppynak. Következő itemnek egy... jó kis Spellbindert fogok hozni majd. Ezt a midtornyot azt csak be tudják védeni. Ha az Annie oda menne, akkor biztos bevédjük. Meddig tart a Yumu? 8 másodpercig vagy mi? Á, hogyha itt nem lett volna a Yumuja, akkor meg lett volna. Most már muszáj volt rámennem, mert ott voltak mögöttem. Legalább a testét kiszedtük. Hat másodperc. Ez egy ilyen örökké valóságnak tűnt nekem. Azért kellett rámennem, mert ott voltak már mögöttem, úgyhogy futni nem tudtam volna. Mindegy, ez egy elég greedy megmozdulás volt, hogy az ultival megpróbáltam megállni. Alapvetően jó lett volna, csak nem kalkuláltam azzal, hogy Yumuja is van, és el tud azzal futni. Tehát ott a flash-ét kiszedtem volna, hogyha nincs neki. Na mindegy, most már tudjuk, hogy van neki Yumuja. A következő ultimnál... Most nincs flash-je. A következő ultimnál mondjuk kap egy CC-t valakit a csapatból, akkor biztos, hogy meghal. Nézzünk egy kicsit a pályára. Szerintem többet nem pusholhatok jelenleg. Nagyon top felé kacsingat az ellenfél. Ja. Jól is tettem. Ez elég hasznos ez az Ghost Poro. Ez túl erőltetett volt így. Kapott egy Shen ultit. Most be fognak jönni mögém. Talán. Á, majdnem elvittük őket. Tattam a semmit, nagyon kevés HP-e volt. Botot kéne bevédeni. Irelian a Kignite-ja van, úgyhogy lehet one-shotolni bármikor. Két level előnye is van. Ez nem jó. Most viszi a jungle-ünket. Oké.
kiszedtük az ignátját is az Iréliának. Elég sokat hílelek ezzel a Ravenous Hunterrel, most jött szembe. Ezt nem szoktam használni egyébként Rumble-en. Nagyon sokat hílelek vele. És ez a Minion Wave során is híleltem egy... 200-at biztos, de közben megettem a Minion damage-et is, úgyhogy nehéz látni, de... sokat híleltem. Kicsit kellemetlen, hogy ezt a porot ezt így le kell rakni. De csak így van értelme igazából annak, amit most adtak neki, hogy ugye AP-t ad neked, hogyha az ellenfél. Oh. Érdekes megmozdulás volt az ellenféltől. Ketten rámentek játékosainkra. Meg kéne védeni a tornyokat. A Varus rám flash-elt. 25-30 AD flash. Nincs ultia se. Ah, ezek a 6 perces TP-k egyébként tényleg kicsit... kicsit zavarulok azért. Most a TP-m az 1 perccel később fog feljönni, mint normális esetben. Ráming nosorra, vagy mi van ott? Egyébként... Zirélia ugye ignite-ja van. Hát, hogy megmutatkozik itt... Oké, ott van most topa. De hogyha boton megmutatkozna megint, akkor... Ez azt jelenti, hogy a Nashort azt ingyen el tudjuk vinni, hogyha TP-n van. Tudod, most nekem kell futni a Nashorhoz. Kicsit overstay-elt a csapatom, úgyhogy... meg kell nézni, mit tudok ott csinálni. Sokat nem jelenleg. Infernal sárkányra fognak rámenni. Ezt gyorsan ledaráltuk. Chaserem egyébként. Ah, erősebb nálam lehet. De... kis chaser is nem árt. Az, hogyha a Skarnert látjuk, az sokat segít majd a Nashor ügyünkben. Ezt is bepusholom, aztán recallolok. Következő itemnek szerintem egy Void Staff-ot fogunk kirakni. Hogyha jól látom, ja. Elég erősen Magic Resistet épít az egész csapatuk. Az endinket ezt megfogták. Zirélia az nagyon erős jelenleg.
Hát maradnom kell a sorhoz, ja. Sajnos. Még most legszívesebben. Szívesen botot pusholnám ezekben az esetekben. Na se baj. Most mehetek botot pusholni, mert ugye meghalt jungle-ők, nem fognak nosorozni. Nem tudom, hogy Chili az ultiját rám raktál, de hogyha igen, akkor az elég szép volt tőle. Ez meg fog ölni minket. Nagyon van fidelme. Ez nehéz lesz. Azért Wukongnak is vigyáznia kéne ott a poppival. Level 16-os Irelia. Három szint előnye van a midesünkkel szemben. Betoltuk, úgyhogy most megyek midre. Á, inkább kis vision-t szedek az ellenféltől. Ugye vannak itt pink vartjaik mindenfele. Ez az idő, amikor elég sok csapat hibázna és azt mondaná, hogy nosorozzunk. És akkor az Irelia megölne mindenkit. Ilyenkor pont a legjobb kipusolni minden minion wave-et. Ha megölöd az ellenfeledet, de nem tudsz nosorozni így maga biztosan. Tehát nem vagy benne biztos, hogy ezt a nosort elviszed el. Mindig pusold a wave-eket. Minion wave-ek azok, amit nosort oda szokták adni a csapatoknak általában. Ezt a nasort most elvitt az ellenfel. Ez a másik út. Elvihetően a nasort, hogyha az ellenfelet beáldozza magát. Mint ahogy a mi csapatunk tette. Ezt belopni se lehet szerintem. Sebzése van ennek az Irelia-nak, te úristen. Elég OP. Fidelt Irelia az mindig is ilyen volt sajnos. Kipusolom botot is.
szép. Most megyek ki pusolni botot, inkább az enni pussal, jó. Level 14-es szegény. Ez nem egy könnyű meccs, de most én elég erős vagyok, ugye level 17-es vagyok szintén, mint az Irelia. Úgyhogy jó, jó erős vagyok, de egy Rabadon nem ártana. Ha Rabadon meg lesz, akkor onnantól lehet van shotolni simán a hőseiket, nagy részt. Oké, okay, az Annie pusolja a sidewave-eket. Ezt védjük be ott. Most egyébként nem is kell harcolnunk. Meghaltam. Pont azt akartam mondani, hogy nem kell harcolnunk, mert nekik kell a sorokat kihasználni, de nem gondoltam volna, hogy már itt is kontrollja van az ellenfélnek. Az a baj, itt minden próbáltunk valamit erőltetni, ahelyett, hogy a kontrollt itt megtartottuk volna. Skarner elhasznált az ultiát viszont. Ez a Tarik ulti, ez elég rosszul volt időzítve most. Nem tudunk 4v5-ben harcolni úgyse. Ezt a két inhibit fel kell adni. Jövök. Varus túlélte. 10 HP-val szintén. Midlane különbség ez eléggé számottevő ezzel a meccsen sajnos. Ó, szép. Ó, micsoda play a Gragasta. Szép volt. Enni ez sajnos nem egy játszható hős. Nem tudom miért hoztuk. Túl gyenge. Én nem vehetek armort egyébként, mert hogyha például zonyára mennék rá, akkor nem lenne sebzésem. Tehát nekem muszáj Rabadonra rámennem. Ez amire én rámentem, ez a build, ez a maximális sebzés. És ez szerintem jó is, amit csináltam. Mert hogyha én, nekem nem lenne sebzésem, akkor a másoknak se lenne, mert ugye kompenzálnom kell az enni. Enni kevés sebzését. Na még egy super minion-t itt megölünk. Aztán nézhetünk top irányába. Ez ott jó harc lehet végül is. Itt elviszünk még egy szupert itt. Majdnem meg is van a Rabadon.
Oké, okay, meg is van a raba. Most nagyon fel fog menni a sebzésem ezzel. 730. Hú, mennyi AP-m van most hirtelen. Felmentünk egy ilyen 200-300 extrát. Ha elnyomom a spellbinderemet, akkor fel fog menni 800-ra az AP-m. Max tech-es spellbinderre. Mert ugye ez 100 AP-t ad, vagy 80-at, vagy mindegy, de a Rabadonnal elég sokat fog adni. Az Elder jön mindjárt. Szerintem én itt ilyen flank pozícióban maradok majd. Igen, ez tökéletes pozíció, amiben én vagyok. Volt vizsonyjuk, érdekes. Hogy legosztolták a streamet. Nem tudom mi van, most hirtelen... Hirtelen nem jó a pozíció. Á, most rám dobta az Irelia-t, remek. Védeni kell a bázist. Jó lesz ez. Én visszamegyek, az biztos. A bázis. Szerencsémre a Rumble az nagyon jól lőj a Super Minionokat. Le is találtam őket. Két másodperc alatt kávé. Egy inhibet sikerült megtartanunk, a másik leesett. Úgyhogy botot most kipussoljuk. Igazából az Karner az halott még egy jó ideig, úgyhogy rá lehet menni a nasalra. Ajajaj, ennek a meccsnek. Ennek a fightnak vége. Futása. Hagytunk pink wardokat magunk mögött. Ezt még meg akarjuk harcolni. Ez a baj, nem tudom hogyan. Nehéz a meccs. Most mehetek majd rá egyébként zonjára. Csak lehet, hogy a meccs most már elúszott. Sőt, ez elég valószínű. Ja, ezt most már beendelik. Ennyi volt. Ez a poppy catch-elés, ez nem tudom. Spendelték. Kár érte.
meccs meg lehetett volna pedig. És nagyon rossz makrót játszottunk. Ilyen. Rengeteg volt ez ilyen átgondolatlan megmozdulás. My pleasure. A csapat kompozíciónk se volt túlságosan erős szerintem az ellenfél ellen. Köszönöm szépen a donation-t, Teemot Challenger. Mit gondolok a Teemorról a jelenlegi metában? Mit gondolok a Teemorról? Szerintem a Teemo tankok ellen elég rossz, mert a tank kis magic, hogyha AP Teemo vagy, akkor épp egy kis Magic Resist-el, akkor nem tudsz semmit elérni, hogyha meg AD Teemo vagy, ami szerintem alapból is nagyon rossz, akkor meg Armort tudod építeni. Úgyhogy a tankok azok elég gyorsan outscale-elnek. Carry hősök ellen lehet használható max. Ilyen gnárok ellen lehet elképzelni, mert akkor a lane-nel le tudod dominálni, de... Az a baj, hogy a carry hősök nagy része rendelkezik olyan képességgel, amivel tud farmolni messziről is, tehát például egy Gnar boomeranggal így is tud farmolni, hogyha lezónázod, Kennen is Q-val, Rumble is E-vel, de Rumble az amúgy is megenne. Tehát ha használható valami ellen, akkor az inkább az ilyen Darius félék, akik nem tudnak messziről farmolni, és fel kell sétálniuk a Minion Wave-hez ahhoz, hogy farmolni tudjanak. Mikor döntöm el, hogy Liandry vagy Morello first item? Ami azt illeti, én a Liandryt azt nem szoktam építeni Rumble-nek. Csak is Morello. A Liandry amióta nem ad Magic Penetration-t, azóta nem jó. Redditen népszerű volt, hogy a csapatok használhatnának Silveres analiszteket, mert ők nem vesznek el a részletekbe, mint a profik vélemény. Hát ez egy elég fura érvelés. Az a baj, hogy a Silveres analiszt az valószínűleg nem is vesz észre olyan dolgokat, amiket észre kéne vennie, úgyhogy nem hiszem, hogy túl jó lenne. Meccset. Egyébként a múlt héten, akkor múlt héten játszottunk LCS-ben és hoztam Poppit. My pleasure. Valamilyen csapat ellen, hogy mint pillanat visszatérek rá. Köszönöm a donation-t, Csabi Mabi. Szia Csacsi, gratak a hétvégéhez, azt a Poppy ultit nagyon oda tetted. Köszönöm szépen. Visszatérve ez a Poppyhoz az előző héten, tehát nem a mostani, hanem az előtti. Ki ellen játszottunk akkor. Ránézek. Giants ellen játszottunk. És volt egy olyan szituáció, hogy nem tudom, League of Legends pályát meg lehet itt nyitni valahol. Na majd, hogyha játékon belül leszünk, akkor elmondom szerintem. Itt is van egy pálya. Talán ezen is el lehet magyarázni, hogyha nem tűnik el. De el fog tűnni úgyis. Na, most így meg lehet nyitni. Tehát amikor mi voltunk a piros oldalon, és bepusholtuk midlane-t, és körülbelül itt voltunk, az ellenfél meg a nosort akart elvinni, meg midet pusholtuk. És hogy Poppyval ráutizol az ellenfélre itt, tehát így mögé jutottál Poppyként, és ráutizol az ellenfélre, akkor az lesz az eredmény, hogy az ellenfél akit eltalálsz az útid, de azok bele fognak szállni a csapatodba, és rögtön meg lehet őket ölni. Ez is egy ilyen Poppy trick, amit ritkán lehet alkalmazni, de hogyha ezt az ellenfelet biztos, hogy nem fogja látni, hogy ez megtörténik.
bekerülsz az ellenfél mögé és ultizod őket, akkor mindig felétek fognak szállni. Ez egy ilyen kis trükköcske. Na mit hozzunk? Nem akarok zedet hozni. Ez egy véletlen hover volt. Nem akarok blind pickelni minden egyes meccsen, ez kellemetlen. Hú, ez közel volt. Na mindegy, ki akarom próbálni most a kamiát egy kicsit. Behozzuk. Sajnos rögtön ér egy Jax counterpick, de nem baj. No problémo. Komettel játszok. Full AD kompi van az ellenfélnek. Resolve-ot fogok hozni másodlagos ként. Overgrowth-fel és Chrysalis-szel szerintem. Chrysalis-t érdemes egyáltalán hoznom, nem hiszem. Bomb plating-en szerintem jobban járok. Ja, ez jó lesz. Overgrowth-ot meghozom, mert az jó Camillon. Mit kéne hozni? Mana Flow Band az biztos, hogy jó. Transcendence vagy Celerity, mindkettő jó. Celerity-ben vagyunk. Rámegyek az early game-re, bár fölösleges. Gathering Storm, ez a Scorch, ez nem sokat ad. Nem sokat nyom alatba. Te Jax ellen vagyok, ami counterpick Camille ellen. Ez kicsit kellemetlen. Mi történt? Semmi. Oké. Tehát Jax ez kicsit kellemetlen, viszont nagyon agresszívan kell játszania ahhoz, hogy ezt a matchupot megnyerje. És ezt a matchupot úgy kell megjátszanom, hogy a falak mellett állok, Camille-ként. Tehát, hogyha Jax rámugrik, akkor az ugrásommal akár meg is tudjam akadályozni. Tehát nagyon fontos, hogy gyorsan ugorjak, hogyha ő rámugrik. És akkor vissza lehet trédelni ellene. E betűt fogjuk maxolni szerintem. Ez fontos, hogy az ugrásom minél többet fent legyen. Na, indítsunk is egy Dolan's Blade-del. Nem hiszem, hogy szükségem lenne Corrupting Potion-re, hogyha van Mana Flow bennem is. Na kérdés most, hogy mit érdemes építeni Camille-ra. A Trinity Force az biztos, hogy adott továbbra is. A full AD kompjuk van, ezért a Ninja Tabi az OP. Sterax Gage valószínűleg továbbra is jó. Illetve Titanic Hydra fele nézek. Ezek biztos jók. A régi AD carry-k visszajöttnek a buffok után, szerintem. Szerintem vissza, igen. De ez csak a következő patchben lesz, úgyhogy majd meglátjuk. Yes.
Mondjuk az ellenfél botlane-je leashelt, de akkor a Jax az mit csinál? Fake leashelt, vagy mi? Az E betű ez nem volt jó. Legalább neki sincs most. Touch. Most egy fal mellett állok, hogyha rám ugrik, akkor... Van counterplay. Méghozzá ez. Ja. Tehát én így akarom játszani a matchupot pontosan. Túl agró volt. Ha fenn lett volna az elbetöm, jó lett volna. My pleasure. Hát lehet a crafting potion kezdés, az szükség lett volna. Szükség lett volna a crafting poti kezdésre. Köszönöm szépen a donation. Ránézek mindjárt. Ha lehetőségem adódik. Kemény a lény. Nagy küzdelem van itt. Nem akartam elesztánoljon, mert ez túl jó trade lett volna nekem, úgyhogy kiugrottam. Oké, okay. Ezt ki lehetne dive-olni egyébként. De nem fogjuk ki dive-olni, ahogy nézem. Talia mozgását. Kár. Egy jó kis dive lehetett volna pedig. Minden esetre ez elég jó, hogy ledomináltam ahhoz képest, hogy megölt. Egy jó jel. Most előjöttek. Level 6-os. Rek'Sai. Ah, jönni fog a junglerük. Jön is, ott is van. Ez túl egyértelmű volt. Ah, kár az ilyenért, amikor van egy jó trade, és akkor az ellenfél jungler-re ki segíti. Hát mit lehet tenni? És rámentünk itt Tiamatra. 10 csi előnyöm az megvan továbbra is. Ez jóval több is lesz majd. Ez tisztítás. Ránézzük a donation-re gyorsan. Szia csacsi. Hipstroboy, köszönöm szépen a donation-t. Nagyon jók voltatok a héten, csak így tovább. Köszönöm szépen. Remélem sikerül is majd jövő héten is valami jót alkotni.
Tiszti előnyünk van, a wave-et azt itt megfagyasztottuk a torony előtt. Jó az állás, jó az állás. Csak az a baj, hogy a Jax most biztos erősebb nálam. Igen. És egészen amíg ilyen overagresszívan játszott. Ezt most bebételtem. Nincs flash-je. Na ez nagyon kellett. Megöltük, nem csak hogy megöltük, ezt az egész minion hullámot el fogja veszteni. És mi a következő wave-et is elviszem gyorsan. Tökéletes. Most nagy előre tettem szert ezzel. Szerintem rámegyünk a tabira gyorsan. Kicsit mana problémáim vannak egyes esetekben. De nem olyan vészes. Szintelőnyöm az nincsen, úgyhogy igazából a szintelőny az, ami a legtöbbet számít egy ilyen meccsában. Ezt még nem sikerült kialakítani, úgyhogy óvatosnak kell lenni továbbra is. Hűs az egyszerűen csak erősebb az enyémnél. Jelenleg 1v1-ben. Azt, hogyha meg tudom fagyasztani ismét a lényt, az a tökéletes állapot nekem. Mert itt, hogyha rám ugrik, akkor be tudok menni a torony alá, és onnantól nem tud követni. Igen, ezek a jó trade-ek. Lehet visszamegy a bázisba. Van maradt. Ez egy másik lehetőség a trédelésre. Agresszív trédelés. Ah, de kevés HP-k vannak ott. Oké. Be kellett érte menni, még ha bele is halok, én öbebe megyek. Úgy voltam vele. Na most egész erősek vagyunk. És igazából a hősöm az iszonyatosan jó lesz az összes hős ellen, check kivételével később. Tiasztót például nagyon meg tudok enni majd side lane-en.
Horusnak kijött a flash-je. Erőltetett harc volt Yasuo vele. Igazából én nem is akartam vele harcolni, én csak le akartam sebezni a Q-betűnbe. És azzal, hogy ráugrok. Azt, hogy a Bard megpróbált lesztandolni utána, akkor nagyon belementünk a harcba sajnos. Mindegy, ezt nehéz lekommunikálni a csapattal, hogy mit szeretné a solo Q-ban. Az edünk is kicsit beragadt boton. Biztos, hogy jöhetett volna. Felmegyünk topra. Ugye a Varusnak nincsen flash-je. Ez nem tetszik nekem, amit csinálunk. Persze, itt van még egy rakás ellenfélter, az egyértelmű volt. Oké, recallolunk és menjünk botra. Most effektíven elég sok farmot vittem el. De igazából Gragas AD carry-nk van, úgyhogy szerintem jobban járunk, hogyha nálam landol a farm. Lehet, hogy jó játékos, de Gragas AD carry-t ezt nem kéne játszani. Most nem is tűnik olyan jónak amúgy. Továbbra is egyébként érvényes az, amit korábban mondtam, hogy a fal mellett kell játszani a Jaxx-el. Akkor a harcok vannak ott. Ugye megvan egyébként a Trinity. 300 arany kell hozzájadnom. Nem harcolok vele, mert is jön az egész csapata ide topra. Gragasunk beragadt boton. Ez nem túl jó. Okay. Megvan a Trinity 16 perc alatt, úgyhogy van. Tiamatom is, ez elég jó. Most speed pushban a Yasuo-nál sokkal erősebb vagyok. A Jaxx-nél nem vagyok erősebb szerintem. Hiába vagyok előnybe, több item kell nekem ahhoz, hogy erősebb legyek nála.
Pont ráutiztam a Yasura, és ő meg beutizott ezt a két csenyet ki. És már az is kellett hozzá. Én nem megyek rá arra Varusra most már. Ezt elvisszük. Száznegyven vagy 150 manát ad vissza, hogy ezt elviszem. Úgyhogy tökre megéri megcsinálni a krebet. Sutyit. Oké, van 2100 aranyunk. Rá is menjünk arra a sztarákra. Egyébként most kezd kifizetődni az overgrowth, ugye, amit hoztam elejénre. Tehát ez nem elejénre hoztam, hanem ez majd így későbbiek során Camille-nak nagyon jó lesz, mert rengeteg minion-t viszel el a pályáról. Tehát az overgrowth az én 200-300 HP-t fog adni, ami elég soknak számít. Ahhoz képest nem játszottam Camille-lel, kb. Egy hónapja. Egész jól megy. Még ezzel a hőssel legalább, nem is tudom, több száz meccsen van, az biztos. Összességében. Gyer is várható. Úgy lenne, mindig előre kéne kezdeni egy hőst, hogyha nem játszol vele egy ideig. Ajajaj, most már be kell tépíznem. Ki kell őket segítenem egy kicsit. Csak azért tépíztem be, hogy ti életben maradjatok. Hogy nyugi van, srácok. Hát nem volt nyugi. Ez a Rek'Sai ez nagyon useless hősnek tűnik. Ezt nekem kéne adni, ezt a pirosat. Feladták. Helyha. Feladták. Jézusom. Mennyire tírt itt az ellenfél csapata, ezt feladták. Tehát ez egyáltalán nem volt még vereség. Meg lehetett volna harcolni. My pleasure. Na mindegy. Köszönöm szépen a donation-t, Tooth Hungary. Szia Tomi, először szeretnék gratulálni az elmúlt két hétben nyújtott teljesítményetekért. Az a Poppy 3-as ulti nem semmi volt. Igazából nekem a szabad véleményt mondanom. Amazingnek nem biztos, hogy a legjobb champ Sejou, de neki is kell idő, fél év, sok idő. Na már most köszi, először is. Másodszor pedig... Amazing az kihagyott vagy 8 hónapot kompetitív játékból, amikor csatlakozott hozzánk, úgyhogy neki kellett idő, hogy
kicsit belerázódjon a dolgokba, sőt amikor csatlakozott hozzánk, meg ahogy most játszik, óriási különbség van a kettő között. Most elég sokat fejlődött azóta, és ő szerintem hétről hétre is fejlődik továbbra is. Úgyhogy az, hogy igazából ő annyira nem szereti a Sejuanit, mint agresszív junglereket, tehát ő az agresszív junglereket szereti a legjobban, amikkel úgy érzi, hogy ő rengeteg nyomást tud kialakítani a pályán. Na már most a Sejut, hogyha ő hozza, akkor az azért van, mert a csapat kompozícióba Sejuani kell. És szerintem egyáltalán nincs probléma a Sejuaniájával. Mit gondolok Mundóról az új patchben? És nerfelték a Mundót egy kicsit, nem próbáltam meg ki. Mit nerfeltetek rajta? Doktor Mundó. Q betűje 40%-ot ad vissza. 50% helyett. És hogyha megölsz vele egy miniont, akkor 100% egy 80% HP-t kapsz vissza. Igen. Igen. Ez tényleg egy egész jó nerfnek tűnik a Mundo ellen, mert ő neki az erőssége, hogy max range-ből elfarmolgatsz, és ott talán nem lehet mit csinálni ellened. Úgyhogy az, hogy ezzel most, hogy kevesebb HP-t kap vissza azzal, hogy Q betűjével farmol, ez biztos, hogy egy jó nerf volt. De kérdés, hogy ez mennyire fogja érinteni a Mundót, mert hogyha 90 health-be kerül egy Q betű, akkor annak a 10%-a ugye 9, 20% az 18, tehát 18 HP-t vesztesz egy-egy Q betűnél. Az igazából nem olyan sok szerintem, így level 9-nél. Tehát ott már van elég HP regenje egy Mundónak, hogy ez ne legyen neki probléma. A Fistop az viszont egy jó kérdés. Azt ki kell majd próbálnom. Igen, én nem nézek streameket. Ezt láttam, itt kérdezitek, hogy szoktam-e streamereket nézni. Ritkán, nagyon ritkán így belenézek mondjuk Jeovan streamébe. Egy 10 percet, vagy Kis Ádámnak a streamébe, vagy valami hasonló. Ha látok egy magyar streamert, mondjuk magyar csapatoktól, és én azokba is bele szoktam nézni egy ilyen rövid időre. Q-k között ez előfordul, de ezen kívül nem nagyon szoktam. Hány LP-n vagyok most? 580. Eléggé lecsökkentünk, de az a baj, hogy lehetetlen felmenni nekem jelenleg. És hogy miért? Egyszerűen azért, mert vereségeknél 25 pontot vesztek, győzelmeknél meg 15 pontot nyerek. Tehát hiába nyerek két meccset, vesztek egyet, akkor éppen hogy pozitív vagyok, hogyha ez az átlag, és természetesen nem ez az átlag. Tehát ez nagyon nehéz 66%-os győzelmi rátát fenntartani. Úgyhogy nekem olyan 56%-os lehet kb. Nem lehet mit csinálni. Egyre jobban vissza fog esni, hogyha ez így marad ez a rendszer. De amint több pontot lehet kapni a győzelemért, akkor vissza fogok menni szerintem ilyen 1000 pont körésimen. Ja, 55%-os győzelmi rátám van, most megnéztem op.gg-n. Mert mi a baj, szegény? Jó van. Szeretem nézni a streamét. Megkaptuk Froggent megint. Szerencsére supportba megy. Na mit küldjünk ki? Ú, egyébként annyira meleg van itt, nem tudom, hogy Magyarországon milyen, de itt ilyen 30-30 két fok körül lehet szerintem, nagyon meleg van. És nincs is klíma itt a házban.
Ha nem streamelnék, akkor megoldanám, de streamben inkább maradjon minden úgy, ahogy van. Gragasztop az jó. Lehet hozok egy Gragasztoppot. Meglátjuk. Nem vagyok egy nagy mester a Gragasznak, úgyhogy. Úgyhogy nem tudom, meglátom még, hogy hozom-e. Mondjuk gyakoroltam most 5 meccset ma már a Smurfin, úgyhogy egész jól ment a végére. Ja, behozom szerintem majd. Viszont Camille top bele kéne gondolnom megint ismét. Mert a Camille top az az a hős, akinek óriási ütőereje van később. Úgyhogy nem biztos, hogy rossz, hogyha játszanék vele egy kicsit többet. Szerintem hozok egy Gnar-t ezen a meccsen. Gnar vagy Gragas, melyik legyen. Megnézzük, hogy Froggen mit hoz, hogyha AP húst hoz, My pleasure. Ha AP húst hoz, akkor Gnar-t hozok, hogyha pedig AD-t hoz, akkor Gragas. Karthus hozik, akkor Gnar-ozunk. Köszönöm szépen a donation-t. Toad Hungary, igen, 8 hónap rengeteg, és adnék neki valamikor, ha élik a komba egy Lee szint. Tetszik az is, rámentetek a nagy csapatok metás dolgaira, Kai'Sa, Mid, Alsó és Winsfein. Csak így tovább, és nincs megállás a Summer Rift döntőig. Úgy legyen. Egyébként igen, annak ez muszáj volt. Egy idő után, huha. Nem tudom, ezt most nagyon összecsaptam a rúnákat, de nem lesz rossz ez így. Visszatérve az, hogy rámentünk egy nagy csapatok dolgaira, ez tényleg fontos volt, hogy ezt a boostingot, vagy ezt a funnel stratégiát, ezt elsajátítottuk. Mert elég sokszor kikaptunk ettől. LCS-ben kétszer kikaptunk tőle, és amúgy is megszenvedtünk vele. Scrimekben is. Úgyhogy azzal, hogy elsajátítottuk, ezzel sokkal jobban meg is értettük. Ez egy Talia top lesz, ha jól látom. Vagy Lulu top lesz inkább. Ez vagy Talia vagy Lulu top lesz, és Vipo, Hillsong, Aatrox Sharah lejátszunk. Aatroxot gyakorolnia szerintem sok értelme nincs, mert Aatrox az új spermabannal van. De ahogy gondolják. A overlay, igen. Át is rakom. Elnézést. Nincs türelem a cseten, látom. Jönni fog az, látom én. Hát Torrance Blade-del indítunk. Tehát nagyon defenzív runákat hoztam, úgyhogy kell az extra AD. Mert hogy 59 AD-m lenne, akkor nem lenne sebzésem. Pedig nem szoktam elfejteni az overlay-t. Hát. Ez előfordul pedig néha. Fanatic cheese. Mit csinál ez a Riva? Szerintem simán elfutatott volna. És ott lehet harcolni. Shushu Pana.
Minions have spawned. Dráva od Flutera Redra. Elég erős csapat kompozíciót hoztunk össze, csak elég erősen AP-k vagyunk ott voltunk. Ajajajaj. Ezt pedig tudni lehetne, hogy Fanatik az egyenlő a Cheese-zel. Ezt a red buffot. A Karthus egész jól zónázza őket. Talán el tudjuk vinni. És ez nekem is lehet fontos lenne, hogy nézzem. Riven meghalt. Grace vitte. Jó. Ez nehéz mes lesz így. Hoppa, capstock benn van. Nem baj. Így maga biztosabbnak tűnik, a nem. Nem nyitjuk meg. Nem nyitjuk meg a kapukat. Ennyi Froggen ledarálja őket botom. Talán. Karthus bot egyébként nem biztos, hogy gyenge. Riven mit csinál? Viszi a red buffot. Oké. Fél HP-et leszettük, igazából nem is kellett beleautoattackolnom, minionok csinálták a dolgokat. Lulu top egyébként nem rossz, lehet játszanom kéne nekem is egy kicsit. Nem ilyen support Lulu-ként, hanem full AP Lulu. Természetesen. Nem építünk Ardentet mi, AP-re megyünk rá. Lehet megyek majd egyet. Szerintem nagyon erős a laning fázisa. Ez a játékos után nem túl jól uluva. Elég... elég könnyű megmondani, hogy mit fog csinálni. Számítható. 10 csél előnyöm meg is van már. Egy rossz meccsában. Na, ez most hiba volt talán, de hiszemre. Igen. Na jó, így járok, hogyha kicsit beoltam az ellenfél játékosát, úgy tűnik. Látszik, hogy elég OP a Lulu. Így is, hogy nem voltak jó trade-jei. Egy rossz megmozdulás elég volt neki, hogy meg tudjon ölni. És lett ebből valami előnye. Meglátjuk. Ha nem TP-zik vissza, akkor nem lesz neki előnye. Vissza TP-zik. Oké, nem érte el a mana itemjét legalább. Ha mana itemjét elérte volna, akkor elég nagy probléma van. Lulu nátlába Ludenset kell építeni első itemnek. Yeah.
Igen. És van egy növény is itt, aki segít majd. Oké. Na már most. Nincs ultia, úgyhogy ha legközelebb lesz meg a nárom, akkor szerintem rá is all-in-elek rögtön. Ajaj. Okay. Segítettél kicsit a Graves? Hát most nem tudok all-in-elni így. Következő lehetőségem az akkor van, amikor mininára fogok alakulni. Meg A-ból megyek át minire. Akkor rá lehet ugrani. Elszámoltam. Probléma. Na mindegy, jött úgyis dive-olni egy rakás ellenfél. Na, ezt ügyesen csinálta egyébként, látta, hogy ez lesz a... Most én is kiszámítható voltam. Egy kis Magic Resistet veszek, mert... Túl erős a sebzése. Tornyot nem fogja leszedni, Thalia útit elhasználtak. És assistot nem is kaptak. Így jól jöttünk ki pont úgy, hogy nem tudtak kidive-olni, és még assistot se kaptak. De természetesen ez nem volt tudatos, hogy meg kell halni. Nem nagyon néztem a minimapra, az a baj. Na lényemen ez változtat-e valamit? Valószínűleg nem. Mert a Lulunak az a gyengéje, hogy az early laning fázis után kezd majd visszaesni egy kicsit. Tehát nincsen számottevő előnye. Az, hogy megölt kétszer, az nem számít sokat, hogyha 8C hátránya van így is. Jelenleg nem olyan erős, hogy csak így rám jöjjön és azt csináljon a minion wave-vel, amit akar. Ha Q betűjét elhasználja, akkor vissza is tudok harcolni egy kicsit. Csak az a baj, hogy nekem meg nincsen jungle-öröm a pályán, tehát elég szabadon azt csinál, amit akar. Jó, hogy ez a németek kill. Ennek a Rivennek nem is akarnék killt adni. El akarja vinni a farmomat, remek. Autofield Riven OTP. Csandrív. Építjük, és rámegyünk egy Black Cleaver-re. Black Cleaver után pedig szerintem egy Blade of the Ruined King-et építek. Én egy full AD build-re fogok rámenni. Black Cleaver, Blade of the Ruined King, Jinzo's Rage Blade. És esetleg Maw of Malmorshess, vagy valami hasonló. A Chaos Creep Score, igen. Tehát a farmra gondolok, nekem 84 van, neki 66, ez 18 C. Az kb. 400 aranyat jelent. Tehát az, hogy most van egy kill előnye, azt be is hoztam azzal, hogy nekem a farm előnye van. De igazából a legtöbbet azt a szint számít. Hogyha valakinek szint előnye van, az számít a legtöbbet. Hogyha egy szinten előnyöd van, akkor vannak erősebb képességeid. Illetve a statisztikáid is jobbak. Shut down. Enemy
Nem tépézek be. Ez a baj, nem vagyok elég erős, hogy betépézzek. Most szint előnyem alulnak, úgyhogy nem is akarok vele harcolni. Itt viszont kicsit elszámolta magát. Mert az Olin. Lehet meg kellett volna elégednem azzal, hogy lesebeztem. Ki az, aki Luluval Corrupting Potion-t játszik? Ez elég fura nekem. Corrupting Potion Luluval. Szerintem nem jó. Nem tudom, hogy jó-e, de valahogy Doran's Ringet jobbnak tartom. Visszatépézünk. Azzal, hogy visszatépézek, igazából az ő TP-t is kiszedem. Ez így tökéletesen jó. Most muszáj lesz visszatépéznie. És farm előnyöm lesz. Bár most letépézhetne botra. Ha nagyon akarna, de nem fog. Gyenge. Mondom én az a Lulu. Lulutat. Aztán ilyen gyors lett. Ez nem rossz, Shen ulti és flash is kijött. Talán a Riven még meg is tudja ölni. Jó, nem. Vicc. Vicceltem. Azt hittem egy pillanatra, hogy van ulti, de nincs neki. Elmegyek topra akkor. Húha. 20 kill van a játékban már az ellenfélnél. Ah, köszönöm szépen a hostot, jó van. Jó, Army. Azt nézem, hogy 20 kill van a játékban. És nálam 1 kill van. Bocsánat, 35 kill van a játékban és abból egy van nálam. 3 Lulunál. Tehát mindketten nagyon gyengék vagyunk, hogyha egy sor kerül valami harcra majd. Á, nem szeretem, amikor a meccsek ennyire felgyorsulnak. Full AP kompunk van Rivenen kívül, meg rajtam kívül. Na mindenkinek ott a Hex Ringkel az ellenfélnél, meg a Mercury Threads.
felviszi majd. Köszönöm. Hogy hát nekem szerintem nem is kell beleavatkozni itt semmilyen harcba, majd talán farmolni kell ezen a meccsen. Szépen elfarmolunk. Ez biztos, hogy nem kell most Narrt játszani. Counter matchupba bármiféle jungle segítség nélkül. Az, amikor egyszer genkelt, akkor kill is lett belőle. Ezt egyébként többször is megcsináltuk volna simán. Elúszott Zatrox. Ja, ezt mondtam egyébként, hogy harcra kerül sor, akkor az nagyon kellemetlen lesz nekem. Mert egy killen van, neki meg 18 kill participation jönnek. Ez értelmetlen, hogy ezzel a játékossal akár meg is harcoljak itt ebben a meccsben. Azt nem tudom, miért kell a botlane-nek ennyit trade-elnie. Ez nagyon eszetlen meccs. Csak harc megy non-stop. Nekem az lesz az erősségem ezen a meccsen, hogyha elérem a három itemet. És hogy három itemmel már tudok küzdeni. Azt azért szeretném elvinni a gólemeket. Legalább legyen valami. Ha három itemem lesz, akkor erős leszek split pushban. Én csak speed pusholni fogok a meccs során. Csak akkor avatkozhatok be egy harcba, hogyha ember előnyünk lesz ezzel. Tehát jelenleg az a legfontosabb, hogy a Lulu-nál erősebb legyek. Gyengébb vagyok a Lulu-nál jelenleg, úgyhogy ez nehezíti a helyzetet. Pont ezért akartam elvinni a gólemeket, hogy kicsit erősödjek. Sen útjuk is van egyébként, úgyhogy kell a három item. Sorozunk. Ez egy elég érdekes nasor volt. Morgan dupla V, nem viszél. An ally has been slain.
Hát jó, ez a meccs, ez most sajnos elment. Talán nem. Kicsit trollkodik az ellenfél, akkor talán van esély. Mindegy, nekem most meg kell próbálnom valamit rizikózni. Oké. Okay. Ennyi volt a rizikózás. Az Aatrox elultizik, akkor rám is mehet rögtön. Minden esetre a Nashor ellen fontos, hogy ki kell pusholni a léneket. Annyi halál van ezen a meccsen. Nem tudom mire véled. 60 gyilkosság. 23 perc alatt. Oké. Jó, hogy itt még el lehet itt kapni. Megnyerhető ez a meccs, úgy tűnik. Jó is volt, hogy rámentem a nemre. És ennek kijött a flash-je. Egy gyilkosság. Megjött az első gyilkosság egy ideje. Megvan a Blade of the Ruined King, és utána lehet építeni Jinzu-t. Ha meg lesz a Jinzu, akkor ott elég nagy sebzésem lesz majd a frontline-ra. Gondolok itt a... az Aatrox Shen-re. Meg a Graves-re, hogyha beleugrik az arcunkba. Been slain.
Oda nem megyek, azt lekliráljuk innentől. Én pusholok. Itt az idő megerősödni. Ezt a tornyot lekapom gyorsan. Lehet jön majd rám a Graves, de nem baj. Ezt meg lehet rizikózni. Graves az elég rossz ellenem, úgyhogy ki lehet játszani. Ja, jön is. Csukt. A Flashnek nincs counterplay. Legalább kifizettük belőle. Az egy szép sebzése volt. Egy kis 20 kill participation nyom. 20 gyilkosságban vett részt. Ezt a Revent ezt reportoljuk szerintem. Még jó, hogy lemjutoltam, de amiket írogathat. Elég fura lehet. Ah, köszönöm szépen, hogy nem vitted el a farmomat. Riven. Ott lett volna az igazi trollkodás, elviszi a farmomat. Amikor a sor fel van. Ezt a masort én oda is adnám nekik egyébként. A legjobb, amit tenni lehet az, hogy feladjuk és bevédjük a tornyokat. Ha öten lennénk, akkor meg lehet velük harcolni. Van flash sem. Feladjuk a top tornyot, jó. Ha még sikerül őket megölni, akkor legalább. De na, nem sikerül. Na megvan a Jinzo. Tehát visszamegyünk érte. De ez most már tényleg nehezen nyerhető. Hogyha itt trollkodik a csapat, meg feladják.
Aatrox egyébként elég useless hős late game-be. Innentől már csak mi leszünk az erősebbek, mint ők. Minden egyes farm nekünk segít. Ah, nem volt sebzés. Aatrox nem szkélel jó teamfightokra, de sajnos nem teamfightoltunk, nem tudom. Riven meg a Karthus itt 2v5-özni próbált az ellenfelet, de valami hasonló. Itt 1v5-özni próbál. Karthusnak még nincs sebzése. Tele van Magic Resist-tel az ellenfel. Ez a meccs az ott ment el, hogy ennyire felgyorsították az egészet a poton. 15. percre ilyen 30 kill volt a játékban. Ott akkor nem lehet semmit se csinálni topposként sajnos. My pleasure. Nézze meg Froggen statisztikáit. Most elég sokat hal mostanában. De egyébként ez nem is igaz, hanem most elég sokat halt ezen a meccsen. Meg az Endisen is, amikor ma megkaptam kétszer, ott elég sokat halt. De azon kívül elég elég ilyen biztonsági játékos szokott lenni. Köszönöm a donation to Hungary. Azért meg kell említsem, hogy a H2-k ellen megállt bennetek az ütő, hogy mi a retek van, aztán te gondoltad magadban. Na jól van, srácok, bekapcsolom a monitort, aztán olyat prejeltél, felüvöltöttem a székembe, szóval azt hitték, megbolondultam. Valóban az early game az nem volt olyan jó. Na, nem tudom mi volt ott, botlane-en kaptak egy solo killt. Level 3 körül. Ott volt valami félreértés a játékosaink között. Toppon pedig volt egy 30 csi előnyünk, nem tudom, az Gragas az elég gyengus volt. Smithy J. Valószínűleg a leggyengébb top laner a ligában jelenleg, szerintem. És nem is gyakorol eleget szerintem, azért. Most én csapatomnál is én vagyok a sakk király, természetesen. Mi azt illeti, egészen belejöttem most a sakkba mostanában. Q-k közben szoktam játszani. És van egy Zolda, lichess.org, nem tudom, hogy ismeri-e valaki. Most sikerült felmennem 2000 felé, először. Úgyhogy ennek örülök. Maokai miért tűnt el a metából? Maokai ez nem túl erős a lane-ben, az a baj vele. Tehát nagyon jól scale-el továbbra is, de nem olyan erős. Köszi. És nem tudom, hogy mennyire reprezentatív elo szempontjából ez a Lichess, de ahogy néztem, egy ilyen 2000-es LO Lichessen az lehet ilyen 1900-as igazából szerintem.
Mi van abban a kulacsba, pálinka? Na, szép is lenne. Itt innám a pálinkát folyamatosan. Na, szerintem más hangulata lenne a streamnek, hogyha ez pálinka lenne. Kaptam egy Lulut a lootból, meg egy Gerent. Ez egy jel. Luluzni meg Gerenezni kell, azt mondja nekem a kliens. Ilaoi meg Fiora. Elég közel vagyok a Mastery szinthez. Ilaoival meg Fiorával. Próbáljunk egy Nautilust. Hát nem tudom, mit játszunk. Valamit ki akarok próbálni. Én Jorik felé kacsingatok, ami azt illeti. Jó öreg, Jorik. Na, lehet, hogy Jorik egyébként nem rossz a metában. Méghozzá azért, mert elég erős laning fázisa van, és 1v1-ben nagyon erős. Tehát ha mondjuk egy Rumble ellen játszasz Jorikkal, akkor az Rumble az izzadni fog level 6 után elég keményen. Fizzezzek, mindjárt megnézem, hogy játszik-e valaki Fizzt profi játékosok közül. Játssza valaki toppon? Nem játsszák. Senki nem is próbálja ki. Érdekes. Na jó, akkor ránézek még egyszer erre a buffra. Mert ezek szerint nem nagyon vette észre senki. Oké. Tehát mit változtattak? Cooldownja sokkal kevesebb, mint volt. Van egy ilyen on-hit damage, hogyha nem ölöd meg az ellenfelet. Illetve a sebzését is felvitték. Empowered Attack Damage 20-szal. Hát. Lehet kipróbálom majd, meglátjuk. Hogyha jó alkalmat rátok rá, akkor lehet kipróbálom, de My ugye pleasure. Fizz mikor lehetne jobb Kamiennál? Mert ugye a Fizz egy split pusher hős. Ha hozod, akkor a split pusherásra hozod. Nem tudom. Nem vagyok benne biztos, hogy ez jó. Köszönöm szépen a donation-t közben. Tooth Hunger ismét. Igen, a botlane úgy volt, hogy Astet vissza tudta húzni. Swain-nel Lucian. Wander bement Ralisztára, feldobta, aztán Promiscue támmal megvédte Lucian-t, és hát tám elég OP, és 1v2-ből letradelt Upsetet, elflashelt, feljött a három jelző, Wander megvédte, és igen, egyébként a kommunikáció az valahogy úgy volt, hogy Wander mondta, hogy ő bele fog ölni a Luciánba, és ugye van ez az interakció Swain-nel, Alistar Swain interakció, hogyha W-t használsz Alistarral, akkor a Swain az már tudja passzívval visszahúzni, és így nem az lesz belőle, hogy elökleled, hanem magad felé húzod inkább a játékost, és hogyha Tahm meg akarja enni, akkor az Alistar mielőtt megenné, egy két emberes Q-betűt be tud találni. Tehát ez szokott lenni a kombó, ezt akarták kivitelezni, és ha jól hallottam a kommunikációval, ez nem sikerült, és ezért haltak meg. Ami hiba, és elég fontos is, hogy itt nem szabad meghalni, de ez előfordulhat. Amit kaptunk, top. Na, kaptam egy magyar játékost a csapatomba. Máté.
Én Yasuo-t bannolok, most elég volt a Yasuo-kból nekem. Nem poppizok. Azt tudom, hogy a poppi. Ha csak poppiznék, akkor győzelmi rátám az biztos, hogy felmenne egy 60%-ra legalább. De ennek sok értelme nincsen számomra, hogy poppit tovább gyakoroljak. Csak elóért nem érdemes játszanom vele. Aatrox megint bennmaradt. Geront azt nem hozok. Ezt lehet itt írogatni, de nem hozok. Most hoztam egy Fiorát, remélve, hogy az Aatrox top lesz. De a Fiora amúgy is egész stabil pick. Ha mást hoznak, akkor is. Úgyhogy meglátjuk. My pleasure. Köszönöm szépen a donation-t. Zolko. Chat, ha meghal Froggen, menjen a Pogchamp spamok. Miért pont Pogchamp? Státlába. Nem halálnál szokták írni. Na, tehát ez egy Aatrox top lesz, úgy tűnik. Jó van, jó van. Celerity. Nimbus Cloak. Fiora, Aatrox. Aatrox. Na, jó kis összecsapás. Érdekes, hogy Aatroxot gyakorolja egyébként. Ez olyan, mintha azt mondaná a fanatik, hogy benne akarják majd hagyni az Aatroxot, majd próbálni elvinni. Nem tudom. Szerintem My az, hogy pleasure. Nerfelték az Aatroxot, ez nem jelent semmit továbbra is. Elég erősnek tűnik nekem. Mondd meg nekik, ez itt solo queue, carry champek vannak. Hát igen. Én egyébként nagyon nem szeretek nem carry hős hozni. Oké, ezt átfogalmazom. Én szeretek carry hőst hozni solo queue-ban. Mert amikor tankot játszok, akkor nagyon rá vagyok hagyatkozva arra, hogy a carry-eim csináljanak valamit. Ami nem mindig sikerül. Na tehát ez a matchup. Ez egyre jobb lesz majd nekem, úgyhogy kicsit türelmes vagyok eleinte, akkor meg is van simán. Ezt már meg is érte. Az első Q betűjét biztos, hogy nem érdemes dodge-olni, a másodikat azt érdemes. A másodikat meg a harmadikat érdemes. Most tudom.
Oké. Boton le is jöhetek. Topra játszik a tália. Ez azt jelenti, hogy nekem nem érdemes agresszívan játszani. Hát mondjuk. Itt is a level 2-es gánk. Hoppá. Ezt benézték kicsit. Adunk neki egy kis ízelítőt. Mi lesz majd jövő héten? Vigyáznom kell majd. Nincsen dupla vém. Ez a matchup ez most nagyon jól alakul így. Csak vissza kell majd mennem a bázisba. Ez már egy vicc, komolyan mondom, hogy Tália bejön lényre, hogy legyen kelljen. My blade is at your service. Jó van, jó van. Az előnyem az most semmivé vált. Junglernek köszönhetően. Nem baj. Itt van. Ez komolyan mondom. Remélem, hogy Gragas csinált közben valamit. Ez azért már elég durva, amit itt zajlik. Mindegy, hősöm az elég erős, úgyhogy outscale-elem majd később. Kirakok egy pinket. Ezt meg kell védeni, ezt a pinket, oké? Gragas. Pinket meg kell védeni. Na, megint itt van. Ez turva. Elflashett Tália. És viszont vigyáznom kell, mert level 6-os lesz majd az Atrox. Tehát is lépte level 6-ot.
Hát itt lehet meghalunk majd. Na. Viszont nem kellemes, meg tudja fagyasztani a lényt. Nem tudok mit csinálni, a tárgya megint jönni fog. Most, hogy megpróbáltam volna a fagyasztást megakadályozni, akkor jön a tárgya úgyis. Nem vagyok egyébként hátrányban, szerintem az Aatrox... Oké, naptárja végre botont megmutatkozott. Most én fagyasztom a lényt. Oh, recallolt. Oké. Ez egy nagy hiba. Ezt itt megfagyasztjuk és elég sok minion-t fog veszteni. Tália végre itt hagyta toppot, most már rá lehet majd menni az Aatroxra. De egy full szint hátrányom van, úgyhogy nem leszek erőnybe így se sajnos. Oké, most elkezdem pusholni, de rá fog menni különben a pinkemre. Ezt meg mint említettem, ugye meg akarom védeni. Elvittük. Solo kill. Van TP. Meghaltunk. Nem vészes, nem vészes. Nézem majd, hogy egy healing felezés az elég jó lenne majd nekem is. Tudja, hogy ilyen gyorsan van TP-je. Nem egyszerre TP-ztünk ezek szerint. Azt hittem egyszer jön fel a TP-nk. Ezt be kellett volna time-olni, úgy tűnik. Most betime-olom. 15-10 top TP. A Gragas legyen kellett volna. Tökéletesen. Az Aatroxot. Még egy solo kill. Csak így gyűlnek a solo killek. Megvárom a ninja tabit most. Kell egyébként ez a harmadik Mastery Level 7 a Fiorához. Gyere érjük. Az Aatrox az nem gyenge. Ez ő játszik vele gyengén jelenleg. Az Aatrox ennél a pontnál nem olyan erős viszont Fiora ellen, igen. Tehát neki a laning fázist korai szakaszban kellett volna nyernie.
Most bajban van, hogy ki tudom dive-olni. Mekkora tíle. Ez nem is az ő healingje volt, hanem Soraka ulti besegített neki. Kár. Szép. Ha. Ott szóval be tudok segíteni sem. Itt viszik a farmomat, nem baj. Kisegítettük, úgyhogy vigyék. Következő wave-et is vigyük el. Tornyot fel lehet adni. Nem nézek be botra, megyek topra. Az egyetlen okom azért lenne menni botra, hogyha a Heraldot akarjuk elvinni, de a Gragas már viszi, úgyhogy... Mit írt Hilisánk? Tetszik neki a meccset? Oké, most van neki segítség, az biztos. Ha ez 1v1 lenne, akkor már félne attól is, hogy felsétáljon a lane-re. Soraka ulti az ott van, de vigyáznom kell nekem. Reménykedtem benne, hogy valaki csapatomból is ki tudja. Nem gondoltam, hogy a Talia levánsatol igazából annyi. Sebzésnek a nagy részét ő tolta ki. Level 11-es. Nem volt jó. A szép Gragas ulti volt egyébként. Belenyomta a... Megyek botra. Ha, tiszti. Na váltsunk léneket, én lemegyek most botra. Jött a flash-je. Nagyon kevés nyomásunk van a pályán, úgyhogy nem tudok agresszívan játszani. Most a legjobb, amit tehetek egyébként, hogy várakozok. Megvárom, amíg a Nashor feljön.
Vagy ha van nosar a pályán, akkor máshogy néz ki az egész. Tárja folyamatosan babysitteri. Ez nagyon durva. Ezt még meg lehet fogni. Veigar leút vissza, már meg is volt. Jézus. Hogy jött ez így ki? Jézusom, 5v2-ben 3-an meghaltunk és egyet vittünk el. Ez viszontosan rosszul alakult. Ennél rosszabbul szerintem nem is alakulhatott volna a dolog. Elég durva, hogy a Talia egyébként ott ül az Aatrox mögött non-stop. Most is egyszer ráolin ezek, és ott is ott terem rögtön a Talia. Megvédje szegény kis Aatroxját. A meccs ez nem könnyű, ez biztos most. Tehát ott, amikor az Irelia kapott egy triple killt itt, ott ment el a control. Most a controlt úgy tudjuk visszaszedni, hogyha én erősebb vagyok speed pushban, ugye? És a csapat nem hal meg folyamatosan. Nincs nagyon nyomásunk a pályán, úgyhogy vigyázni kéne. Meg kéne várniuk, amíg én nyomást gyakorlok. Az Aatrox az... szerintem még torony alatt se tud tartani engem. Már átléptük azt a pontot. Ah, viszont lehet jönni fog a tárja. Nem kockáztathatom meg sajnos. Ja. Na, nem sétálna belém így, hogyha nem lenne mögött egy tárgya. Na most már kidájvoljuk. Soraka ulti, folyamatosan megmenti. Nehéz meccs. Lehet, hogy egy ingyen nasor lesz most. Scragas ez meghalt. Ma lehet látni, ahogy mozog. Nem halnak, inkább nasort vettek csak ingyen. És van viszont healing felezésem. Nem tudok rámenni erre.
Túl sokan lehetnek itt az ellenféltől, inkább benézek midre. Most ezt a mid-push-t ezt muszáj elhoznunk. Ha ez a mid-push az övéké lesz, akkor nem tudunk semmit se csinálni a pályán. Oké, elhoztak a mid-push-t. Talia már kemperi az Atraxot. Minionok besegítettek túlságosan. Majd nem is blokkoltam le egy kulcs ability-t. Mindegy, most már erősebb nálam ütteni. Két szint előnye is van, Nashor buffja. Sajnos ezen a meccsen a jungle meg a support különbség túl nagy volt. Ugye Sorakának 16 assistja van, Pyke-nak egy kéje, két asszisztja. Nem csinált semmit Pyke az egész meccs alatt. Gragas meg 4 szint hátrányban van jelenleg a Talia-hoz képest. Azért az elég durva. Meg kell ölni. Megöltek a szarakát ez a... Ott ült folyamatosan a csapatai mögött, aztán ultizgatott, és megmentette az Atroxot folyamatosan. Megérdemelte a halált. Nem baj, az jó volt. Mentális hadviselésnek ez tökéletes. Hogyha valakit megölsz, solo kill lett háromszor. Vagy négyszer, nem is tudom hányszor solo kill-eltem. Az elég jó mentális hadviselés. My pleasure. Köszönöm szépen a donation-t. Toad Hungary. Közben volt egy subscribe is korábban. Sebőc 8, köszönöm szépen. Nem is hallottam, valahogy kimaradt teljesen. Na jó, már az utolsó, nem zorgatlak többet. Szerinted megérni áttenni az akkomat Vestre, vagy mainnek egy újat oda? Szerintem mainnek egy újat. Ha valaki... Én úgy vettem észre, hogy a legtöbb magyarnak jobb az, hogyha van EU-Nordikisten is akkontja. Most nem tudom, hogy mennyi idő egy új akkuntot kreálni. Szerintem egy hónap alatt fel lehet hozni egyet. 30-ig biztosan. Hogyha nem játszasz sokat, egy hónap alatt fel lehet hozni. Nem emlékszem, amikor a Smurfemet csináltam és csak azon játszottam, akkor nekem ilyen 6 nap volt, 6-7 nap. Még régebben, 3 éve vagy valami hasonló. Ha sokat játszasz, akkor gyorsan meg lehet csinálni, hogyha keveset, akkor lehet, hogy egy hónap, de akkor is megéri szerintem. És mi volt még? Amúgy jövő heti ízelítő szerintem nem tetszett Bipónak, majd megkapja magáét. A babysit kemény volt, Bipó nem bírja az iramot. Hát nem is biztos, hogy ő lesz egyébként a toppos. Lehet, hogy Soulz lesz toppon, Bipó pedig bemegy AD carry-nek. Az a legvalószínűbb, mert ezt szokták csinálni. Froggen egyébként hányszor lett meg? Nem tudom, mi van Froggennel. Ennyire gyengén régen láttam már játszani, mint ahogy most ma játszik. Tehát semmi befolyása nem volt erre a meccsre sem. Mint ott se lett volna. Akkor majd lerombolt botra, hogy megöljük a Talia-t meg az Atroxot, akkor is meghalt 5v3, 5v2-ben. Furcsa volt kicsit. Ja, lehet, hogy tiltit. Elég nagy vereség sorozata van most. Zsinórban 6 vereség.
Mi van, Reckless-e, hogy szóhazzá AD Carry? Ez jó kérdés. Ki tudja, hogy milyen belső dolgok vannak ott a Fanatiknál, de... Ajaj. Alfari jungle. Táliából most nekem ez a meccs után teljes mértékben elegem van, de még jó, hogy kibannoltuk. Akkor elveszek egy ilyen Nocturne nevezetűt is. Na, inkább nem Kindredet. Kindred, menjen innen. Ezzel kiszedtük a Graves, Kindred, Talia 3-ast, amit én személy szerint eléggé rühellek, mert OP, jungle OP. Jorik. Pantheon, Pantheon. Belokkoljuk. Belokkoljuk a jó öreg Jorikat. Amit hozzunk neki. Domination vagy Sorcery. Ez így jó. Nimbus Cloak az elég jó rajta, mert amikor ultizol, akkor általában all in ezer is, úgyhogy ez be tud majd segíteni. Na, Riven ellen vagyunk. Ez lesz egyébként az utolsó meccs valószínűleg most. Hogyan kéne szerepelnünk Summer Speedben, hogy legalább legyen esélyünk jutni a VB-re. Én nem számoltam utána, de hogyha az első háromba benne vagy, az biztos, hogy segít. Ez lehet, hogy Sion top. Elég fura team compjuk van. Valaki AD carry. Valószínűleg Sion AD carry lesz, vagy Karma AD carry, Sion support. Lesz patchváltás az LCS-ben, igen. Jövő héten ezen a patchen fogunk játszani, ami most... mint most játszok. Na, boss megérkezett ismét. Na, valóban nyomassuk, boss. Visszavágó. Visszavágó bosszal. Elég nagy free wint ajándékozott nekünk a mai első stream meccsem. Először kaptalak el a live-on. Üdv! Mit hozzunk? Crafting potival nem lehet rosszul járni, az biztos. Elég sok HP-n van. Jorik úgy tűnik az ilyen. Az alapstatjai elég jók lehetnek a Joriknak, hogyha ilyen magas HP. Perks megint ott van.
Senkuk's perks ellen. De bossz az nem látszafacázik, az úgy befészsekkelte a bokrot, mint a muszáj lett volna neki. Levardoltam a pirosokat. Ki ez a boss? Ez a Sion OTP, aki full AD Sion-t megy mindig. És általában elég sokszor szokott meghalni. Tehát neki ilyen feed to win stratégiája van. Úgy szeret. A level 2 rá all-in-elek majd, ez biztos. Nem sikerült megölni. Felütött. Ponton meg begenkelt anélkül, hogy elvitte volna a pirosát. Hát. Nem vagyok oda ezekért a split map szituációkért. Amikor a junglerünk ide megy a bot side-jukba is. Nem topra jön. What hell is worse than this limbo? Na, mi van az attack speed-emmel? Miért ilyen alacsony? Nincsen attack speed-je szegény Yoriknak. Mit csináltak ezzel? Oké. Okay. Most, hogyha betalálok egy E betűt, akkor a flash-ét ki lehet szedni rögtön. Annyi coolom van, hogy nem tud elmenekülni. Hát nem tudom, nem tudom mit lehet csinálni. Solo queue ez most már, ezt kezd kikészíteni. Ennyire lekempelnek minden meccsen. Akárhányszor agresszívan akarok játszani, ott terem a jungler. Nem tudom mit lehet csinálni. Hát erre sem mehetek rá egyébként, mert jön a Panton és megölnek. Ez egy vicc most már. Non-stop campelnek. Revived by the tears of life. Nem jutoljuk a csapatot. Eddig értelmes dolgot nem írtak, úgyhogy nem is fognak.
főleg ez az Alien. Hát nem nagyon tudok átmenni rajta szerintem. Vagy igen. Kis trükk. Nem voltam benne biztos, hogy működik, de most már biztos vagyok benne. Jönnek majd egyébként dive-olni valószínűleg. Ez kis trükk egyébként megmentett most. Mindkettő elfessett. Igazából nekem mindegy, ilyen nem fogok passzívan játszani akkor se. Ha junglerem nem akar topra jönni, akkor nem jön topra. Most már akkor hátrányban vagyok úgyis, hogy fölösleges passzívan játszani. Meg kell próbálni agresszívan visszajönni. Kaptam volna én is egy kis jungle segítséget, akkor simán tudnám 1v2-zni őket. Lehetett látni, hogy levásatolom a Pantheont bármikor. Csak túl nagy a hátrányom jelenleg. De egy következő útinál megint lesz valami lehetőségem talán. Nincs flashi a Sionnak. Úgyhogy nem is kell ulti hozzá, hogy megöljem jelenleg. Úgyis AD-t fog építeni. Ja, ezt meg is fogtuk. Sit to win. Fullád is ilyen passzívja a legerősebbje. Oké. Ezt nem gondoltam volna, hogy meg tud ölni. Kell eléggé a ninja tabi. Okosan kell játszani, hogyha meg akarom ölni. Úgyhogy amit most fogok legközelebb csinálni. Nem szabad Nem szabad úgy megölni, hogy nincs fent semmi képességem. A dupla V-t ezt valószínűleg el kell majd használnom. A Shin hiánya az biztos, hogy otthon. Shin az egy nagyon fontos dolog a Eriknek. Oh.
grompozik a junglerem egyébként. Nem baj. Majdnem sikerült meg 1v2-zni őket. Leütötte a tornyot. Elég OP egyébként az a Yorick. 40 C hátrányom van. Két level hátrányom volt. És le 1v2-ztem őket. Ezért elég durva. És csak azért haltam meg, mert rájuk chaseltem. Ebben a hősben biztos, hogy van potenciál. Ezt lehet ki kéne próbálni majd valahol. Jó kis Yorick toppot. Kiflesseljük. Ulti nélkül annyira nem vagyok erős most. Ellene. Túl sok AD-ja van, tehát óriási előnye van jelenleg. Két szint előny, plusz nem tudom, rengeteg item. És nem vagyok benne biztos, hogy ezt a meccset megnyerjük most. Egyedül a Camille az, aki fed nálunk, illetve a Velkoz nem gyenge. Biztos, hogy le fog menni valahova ultival. Most erősebb vagyok nála, hogyha velem akar megküzdeni. Jó. Nem akar. Le akarok majd tépézni. Hogyha tépézik a Sion, akkor én is tépézek. Nem tépézik. Miss. Valószínűleg Heraldot csinálja Sion. Sokat nem tudok vele kezdeni viszont. Ott van botom. Akkor megnyugodtam. És ki tudom majd szedni a pink vargyaikat. Berakok 3 pontot a W-be. Szóval egyel erősebb lesz a fal, az sokat számít szerintem. Nem gondoltam, hogy a W-n beagrózza a tornyot. Úgy tűnik az ilyen. Ha megmozdítasz valakit, akkor az beagrózza. Azért még kapok azt a stat. Oh.
Infinity Force az még mindig nincs meg sajnos. Armort kell majd építenem. Full AD a kompjuk egyébként. Úgyhogy rámegyek majd a Deadman's Plate-re következőnek. Sion az full letalitet épít, úgyhogy... Hogyha valaki armort épít ellen, akkor sokat nem fog érni. Tehát 1v1-ben mindig ki fog kapni. Hiába van előnye, nem? Szerintem akár most is nyerek ulti nélkül ellene. Most csak azért kaptam ki az előbb, mert torony elég élesebb lett és tornyot kellett ütnöm. Nem tudom, hogy hol bujkál, de... Elég fura, hogyha nincsen toppa. Na, ott van. Belézek ide. Most nem jó itt harcolni. Ja, ezt a meccset nehéz lesz megnyerni. Rossz lane-re ültünk rá, junglerre. Ha bot lane nem mondjuk ilyen 8-0-ában lenne, akkor azt mondanám, hogy jó lane-re ült rá. De így, hogy 2-4-es Zoink és Underfed. Biztos, hogy rossz volt, hogy botot meg mindet campeltük. Mert toppon 1v2-be is nyertem egy-egy harcot, viszont hogy 2v2 lett volna, hogy ott a Camille is, akkor esélye sincs az ellenfélnek. Az egyetlen reményünk ezen a meccsen az, hogyha Camille nem overextendel és az Illion ultival tud valamit csinálni. De úgy tűnik ez sovány remény. Most a overextendel. Nem tudom, hogy ez a TP ez mennyire jó. De rámegyek a bossra. Ja, nehéz a meccs. Camille elvitt az összes skillt, meg elég elfidelte magát, de nem csinál semmit vele jelenleg. Csak meghal. Kétszer meghalt azóta. Ezt a Revent legalább most megfogjuk.
torony is leesett. Valahol fel kéne stackelnem a passzívomat. Q betűmet. Mid az... az jó. Jó lehet. Jól nagyot overextendeltünk meg itt csapatta. Magic Resist is valahogy kéne majd, az Orianna azért eléggé keményen üt rá. Nem megyek botra most. Inkább változtatok a build-en. A fit to win az nem szokott működni általában. Csak hogyha... elég nagy campet kapott most, úgyhogy... ez az egyetlen oka, hogy nem feedelt. Egyébként lehetett látni, hogy... megint... tízszer meghalt volna, hogyha... egyenlő lett volna a jungle nyomás. Na most tudok speed pusholni, van ultim is. Most meg tudom ölni simán 1v1-ben. Itt vagyok vele. Kell várnom a... sose 1v1, most is még campeli a Pantheon. Pedig Noshor fent van. Csak sajnos a csapatunk úgy tudja megölni a Revent 4v1-ben, hogy Velkoz is belehal. No problemo. Rámegyünk Steraxra. Megvan a Sterax akkor. Á, az a baj, nem tudom őket 1v2-zni, mert a Sion meg fog ölni a passzívjával mindig. Sion passzívvel nem tudok mit csinálni. Még a Pantheont le is vansatolom. Akkor meg a Sion túl sok sebzést tol ki. Nem nagyon működik a dolog. Ha Camille egyébként... kenken egyszer botra. Egy gank potra. Na, végre jön. Rögtön megölnénk egyébként. Ez úgy játszik, mintha nem lenne jungler az egész pályán ez a játékos. Úgyhogy... egy ganket kap, meg is halna. Eldobtam az elmet a nagyvilágba. What's one more grave?
Hát ki kell bekkelni. Kaptam két gult. Oké. És rámegyek egy stopwatchra. Na, ez megmenthet. Ha van valami, ami megmentett a Sion ellen, akkor az a stopwatch. És ebből képtünk egy Guardian Angel-t majd. Egy másik dolog, ami megmentett, az a Randui Noman. Tehát amikor kiszerem a passzívját, akkor lelassítom utána. Ez a két item, ez jó lehet. Most rámegyek a szokásos split pushra. És rá fognak menni Nashorra, hogyha én leszedem az inhibitort, szerintem. Nem nagyon tudok beavatkozni a harcba, úgyhogy. Nem viszik el a Nashort, én beendelem a meccset. Most beendeltük. Hogy lehet ilyen rossz kódot hozni, amit az ellenfél csinál? Na jó, megnyertük valahogy. Ez egyébként, hogy így is nekem lett majdnem a legtöbb sebzésem a csapatból, ez eléggé sokat mondó. Nézzük meg a Zoe-t, 8000 sebzés, és akkor itt írogat, nem tudom miket írogatott, mellem jutottam. Ja. No frog and no lose. Na, akkor ez volt most az utolsó meccs, de egyébként Jorik szerintem. Jorikot még érdemes lesz kipróbálni. Ha egyenlő a jungle nyomás, akkor elég erősnek tűnik. Majd belenézek még később, hogy lehet-e használni. Ja, egész erősnek tűnt. Az ultiával főleg 1v1-ben le lehet darálni szinte bárkit. Jó, jó kis hős. Na de akkor ennyi volt a meccs, a stream. Nézzük, van-e valami hasznosítható majd. Úgyhogy köszönöm, hogy néztetek. Wild Paresz. Paresz-be hoztoljuk. Nem nagyon ismerem, de... Jó promotálni egy kicsit magyar játékosokat. Úgyhogy köszönöm, hogy néztetek, és további szép estét kívánok. Sziasztok! Thanks for watching and have a nice evening still. Bye bye.